Tehát a Dental World 2013-on megrendezendő esztétikai kongresszusról szeretnék megosztani egy pár gondolatot önökkel. Úgy gondolom, hogy ezek a rendezvények roppant fontosak. A mai világban nem mehetünk el amellett, hogy nagyon erős konkurencia van, nagyon erős verseny van, országon belül, országon kívül is. És ezekben a körülményekben, ebben a világban helytállni azok az emberek tudnak, akiknek van önbizalma. Az önbizalom nagyon lényeges, nagyon fontos, és nagyon nagy szerepet játszik benne a fizikai kinézetünk. Mennyire fogadjuk el saját magunkat, mennyire fogadjuk el a mosolyunkat, mennyire érezzük magunkat versenyképesnek, ha úgy tetszik. A fogászat szerepe ebben egyre inkább felértékelődik. Úgy gondolom, hogy az esztétikai fogászat azaz az ágazat, azaz a komplex szemléletmód, ami a funkcionalitást és a jó küllemet, a megnyerő külsőt mindenképpen összeköti. Ebben fejlődni szükséges, vagy ha úgy tetszik, kötelező. Úgy gondolom, hogy a kongresszus ehhez nyújt rendkívül jó segítséget, különösen azzal, hogy egy olyan embert sikerült megnyernünk előadóként, dr. William Moppert, akit nyugodtan nevezhetünk a fogászat egyik legendájának, hiszen a direct hit technika megalkotója. Az a gyakorló fogorvos, aki az egyik legsikeresebb kompozit tömőanyagrendszert kidolgozta, ő jön el, ő osztja meg nagyon érdekes és nem mindennapos tapasztalatait, hiszen ő lassan 80 éves és még mindig heti 3 napot praktizál, miközben fejleszti a tömőanyagait. Ami az ő kezében jól szól, jól működik, abból lesz nála termék. Tehát az, amit ő tud, az egyfelől a klinikai gyakorló orvos tudása, másfelől pedig a fejlesztő kutatói. Ennek a kettőnek a szintézise különleges. Úgy gondolom, hogy az a 40 éves praxis, amit az esztétikai fogászatban eltöltött, és amelyet több életműdíjjal jutalmaztak, az mindenképpen figyelemre méltó. Arra érdemes, hogy a kollégák eljöjjenek és meghallgassák.